Nézze csak, úgy szalad, mint a nyúl a mezőn. Biztosan üres. Jó neki. Gyerünk, Bob, igyekezzünk. Nem említettem már, hogy miféle munkát végez? Na, csak besegít valamilyen Ronnak. Ron Sanders mondott? Mindig úgy véltem, hogy legyünk jó barátok. És jó munkatársak, tehát osszuk meg tudásunkat, így vezessük a birtokot demokratikusan. Ezt ezerszer elmondtam. Ó, és nem sokra jutottam, mert ebből mai napig semmit nem kaptam vissza. Megyek ebédet főzni. Jody! Maradsz! Jól vagy, Tess? Nem meg, nagyon csalódott vagyok. Most féregtelenítünk. Mit szólnál egy demokratikus kompromisszumhoz? Ma is lerendezünk párat, és... Fejezd be! Claire délutánra végezne velük. Ezért én is végzek délutánra. Kérlek. Jó lenne, ha végre levenné azt a bakancsot. Szóljunk neki. Általában egy fedeztetés és a mesterséges megtermékenyítés ára megegyezik. Vajon melyik jobb a lónak? Az MM-mel nagyobb az esély a kívánt cél elérésére, és kevesebb a kockázat. Nem, ha a spermát nem olvasztják ki rendesen. Valami gond van? Ó, hallottam némi cash flow problémákról. Az MM költségesebb lehet, ha nem végzik rendesen... Ha gond van a birtokukkal, a nemzési program talán nem aktuális. Nem azt mondtam, hogy gond van. És a vérvonalak. A fedeztetés során előrelátható az eredmény, míg az MM-nél csak ígéretre támaszkodhatunk. Igen, kérhet egy szakértőt, mondjuk engem, hogy megkeressék a megfelelő mint. Szakértő? Persze. Már úgy is megvan a címe. Ha a férjével tanácsot kérnének, felkereshetem. Hol? Kivel? Alig várom, kicsim. Alig várom. Szorosabban tarthatnád. Szorosan tartom. Ha így haladunk, éjszaka is itt leszünk. Várj, megmutatom. Ah, középen fogod meg. Aha. Tudhattam volna. Mi az? A kezem. Ó, ne, pedig már olyan jól haladtunk. Mit csináltál? Nem bírom a bérlátványát. Sajnos nagyon mély, össze kell varni. Az sajnálom, biztos. Jody, nem akartam undok lenni. Hé, van másik keze. Gyerünk! Elvisszük a mercit. A fenébe. Tudja, hogy még rengeteg csomag van hátul. Úgy érti, dobja és spórolja meg az időt? Nem. Talán ma nem is muszáj kézbesíteni a csomagokat. Jézusom, ha megszegem a szabályokat, akár le is lőhetném a híradásügyi minisztert. Azokat nem tegeték? Meghoztam a postájukat! Kösz, Bob! Mi baj van? Felfújódtak? A folyó vizével van gond. Megdöglöttek, még jó párat le kell lőnünk. Mi a gond? Méreg. Féregtelenítőnek tűnik. Igen, a folyóba került. Ugyanez volt 89-vel is. Van mobiltelefonja? Felhívtam a környezetvédőket. Szerintem már úton is vannak idefelé. Nem, a Droverstrand szeretném felhívni. A furgonban van. Szolgálja ki magát. Jól van. Átkozott bakancs. Hát, remélem a férgek élve felzabálnak. Ostoba birkák. Mozgás! Mi van, Muszi Droj? Gyerünk, Tess, vedd már fel. Halló, Droverstrand. A marhák. Becky, a marhákat szedjétek össze a folyótól, és tereljétek be.
Miért? Mi történt? Valami vegyszer van a vízben. Ki csinálja az állatokat? Értem, de egyedül vagyok. Amit tudok, utánad megyek a folyóhoz. Becky! Ezt igyekezned kell. Meg tudja, mit tegyen. Haza kell vinnie Bob. Mi? A Drovers rán 2 órányira van. És ragaszkodom az állásomhoz. De nekik szükségük van rán. Viszlát, Ed. Viszlát. Magának előbb a családja gondjait kell megoldania. Gyere, Oszkár, menjünk! Nos, hogy van az én kis feleségem? Úgy látom, nagyon összebarátkoztál Mr. Johnsonnal. A mesterségesen világra hozott lovakról volt szó. Megtört a jég. Belém kötött. Ennek ellenére már is a puszipajtása vagy. Nem is kötött beléd, Claire. Arra célzott, hogy nem tudok vezetni. Megvádolt, hogy csődbe jutottam, és házasoknak titulált minket. Egy rakás ember előtt. Na hát, ez biztosan fájt neked. Legalább felvilágosítottad. Felvilágosítottad? Erről nem beszéltünk. Ó, így bánt, mondd meg neki te. Ügyes vagy, gyerünk! Jól van, ez az. Jó fiú. Roy! Gyerünk, Roy! Ügyes vagy. Ugorj fel, ez az. Ügyes. Nem értem, mire akar kiukadni, Bob. Majd leharapta a fejemet, amikor a havardokról beszéltem. Nem szeretném újra rács mögé juttatni Markot. Ez nem játék. Gondolkozzon csak nyugodtan, hogy miről van szó. A Butler farmon láttuk őket. Igen, levágták az utat. Csak egy út vezet a Butler farmra, és a Zsák utca. Akkor mi lehet ott? Nos, lássuk, csak van ott egy üres ház, üres udvar és a folyó. A folyó sok farmon áthalad. Az a fickó, akinek dolgoznak, Ron... Ron Sanders, róla van szó. Sosem hallottam róla. Ron szokta minden évben összegyűjteni a környék vegyi hulladékát. Tudja, mindent, ami visszamaradt. Vampire-be szokták vinni. Az 4 órányira van innen, és amikor utoljára láttuk őket... Butleréknél voltak. Úgy van. Maga dönt, Becky. Elvihetem a Gangeleni rendőrségre. Sony vele van. Igen. Bár lehet, hogy baleset történt. Maga ismeri Markot? Igen. Olyan selejtes, mint én.